Szép napot, itt az asztrológus Szatmári Nóra vagyok. 2024. július 26-ától a Chiron retrográd. Egészen december végéig tart ez a folyamat, egyébként minden évben ismétlődik. És bizony, ha valami eddig fájt, akkor a Chiron retrográd időszakában az sem feltétlenül meglepő, ha az a valami még jobban fog fájni. Mi történik akkor, amikor egy bolygó vagy egy aszteroida retrográd? Amikor egy égitest a retrográd ciklusát kezdi, akkor a visszafelé irányuló energia szó szerint akadályozhatja az előrehaladást az élet azon területein, amelyek felett uralkodik. Így pedig ez legvégső soron igaz a Chironra is. Mit csinál a Chiron? A Chiron feladata az, hogy rámutasson a sebeinkre, és legfőképpen azokra, amik nagyon mélyek és extra módon tudnak fájni. A Chiron retrográd időszaka nagyon intenzív, minden esetben, minden évben, és arra készteti az egyént, hogy szembenézzen bármivel, ami benne bujkál, és ami fáj neki. Ahogy említettem, ez a ciklus július 26-án indul el, és december 29-ig tart. A Chiron a születési képletben a mélyen megbújó karmikus sebeket és ezek gyógyítását szimbolizálja. Ha mázlink van, akkor őszintén és bátran szembenézünk a megszerzett sebek által előidézett önbizalomhiánnyal, vagy akár azzal is, hogy nem vagyok elég jó valamilyen szituációban, valamilyen életközegben. Így pedig lehetőség nyílik arra, hogy ezzel megtanuljunk együtt élni, vagy ez által fejlődni. A Chiron egy zodiákusban körülbelül 8 évet tölt, és van itt még ideje a kosban, ahol jelenleg tartózkodik, úgyhogy ezek a témák bizony nagyon aktuálisak még. Sőt, a retrográd időszakban fokozottan aktuálissá válnak. Mindemellett többlethatás az, hogy a Plutó, a Szaturnusz, a Neptun is retrográd, sőt, augusztusban még a Merkur is csatlakozik ehhez a csapathoz. Egy csipet nyit arról, hogy mi a Chiron kultúrtörténete. A görög mitológia szerint Chiron volt a kentaurok vezére. A félig ember és félig ló alakú lények meglehetősen vadak voltak. Chiron viszont a vadsága mellett tele volt bölcsességgel, jósággal, és a hagyomány úgy tartja, hogy sok mindenre megtanította az embereket. Őt magát az építészetben, zenében, fémművességben és orvostudományban való jártassága tette híressé, több helyen említik egyébként a gyógyítás mesterségének feltalálójaként is. Sok különféle történet létezik a kentaurok keletkezéséről, legfőképpen Chiron születéséről. Ezt már a régebbi videóimban ecseteltem, érdemes esetleg a tavalyi videókat visszahallgatni. Minden ember nagyon-nagyon különleges a maga nemében, de ami egészen bizonyos, hogy sebek nélkül ember nem él, nem létezik ezen a földön. És ezek a sebek mindannyiunkban más nyomot hagynak, más életterületen élnek, mozognak, próbálnak minket élezgetni, és próbálnak minket rávenni arra, hogy gyógyítsuk meg ezeket a folyamatokat. A Chiron retrográd időszakában a különféle sebeink általában jobban tudnak fájni, de amit kaphatunk itt az égi energiáktól az az, hogy bármilyen sebeink legyenek, ha mélyebben megvizsgáljuk ezek helyzetét, elkezdjük a Chiron retrográd időszakában kutatni a valós okokat, a tényleges múltban rejlő folyamatokat, akkor ebben az időszakban sokkal könnyebb rátalálni a válaszokra, hogy miért keletkeztek a sebek, miért fájnak olyan borzasztó módon, és a Chiron retrográd időszakában, ha valaki kellőképpen foglalkozik önmagával, a fájdalmai megértésével, így pedig legvégső soron a feldolgozással, akkor az hosszú távon egyértelműen egy felemelkedett, örömteli időszakot ígér. Tehát mindenkinek azt javaslom, hogy akkor, amikor a Chiron ugye minden évben megéli a közel fél éves retrográd időszakát, ebben a periódusban foglalkozzatok leginkább a különféle lelki, vagy éppen akár testi problémáitokkal. Chironnak pontosan az a feladata, hogy a különféle sebeinken keresztül folyamatosan, mondjuk úgy figyelmeztessen, vagy éppen piszkálgasson minket, és megértesse velük, hogy gyógyulásra van szükségünk, és ezáltal a gyógyulás által lehetünk teljes mértékben újra kerek egész emberek.
Cheiron képessége abban rejlik, hogy összekapcsolja bennünk a szétválasztott, vagy éppen szétszakított dolgokat, amik ugye ez által tulajdonképpen egy javítási, javulási folyamaton mennek keresztül, és legvégső soron, ugye ha a sebeket meg tudjuk gyógyítani, akkor azokat újra tudjuk integrálni a saját életünkben. Bizony-bizony, a Cheiron képes helyre rakni a szétesett otthonokat a hold segítségével, a megromlott hírnevet tudja javítani, ez a Szaturnusz segítségével zajlik, vagy éppen a megromlott emberi kapcsolatokat is helyre tudja billenteni, ha együtt tud működni a Vénusszal. Valójában ezek a folyamatok mindig attól függenek, hogy a Cheiron hol működik a születési képletünkben, vagy éppen ugye az aktuális pillanatnyi állapotban, amiről tudjuk, hogy jelenleg a Cheiron a kosban jár, merre halad, milyen születési házat ural, mert hogy ezek tudják megmondani azt, hogy hogyan tud minket a Cheiron gyógyítani. Olyan nincs, hogy nem tud minket gyógyítani. Olyan viszont lehetséges, hogy te magad nem akarod önmagadat gyógyítani, mert jobban szeretsz abban az állapotban lenni, ahol fájdalmak gyötörnek. De itt a Cheiron retrográd időszakában általában még azok is szívesen elkezdenek önmagukkal és a különféle sebeikkel foglalkozni, akik máskor nem igazán mernek belelátni a saját lelkükbe, belenézni a tükörbe, és kimondani, hogy mi is az a dolog, ami Isten igazából fáj. És hát az az igazság, hogyha hagyjuk a Cheiron dolgozni, akkor segít nekünk a sebgyógyításban, és ennek eredményeképpen pedig sokkal teljesebbnek érezhetjük magunkat, mint bármikor máskor. És ez legvégső soron mit jelent? Azt, hogy jóval kevesebb csomaggal, jóval kisebb teherrel tudunk tovább haladni. A Cheiron már hosszú évek óta a kosban halad előre, és nagyon sokat tesz azért, hogy az önnön valónk, a függetlenségünk, az impulzivitásunk, adott esetben a fizikai aktivitásunk végre meg tudjon mutatkozni, és tulajdonképpen el tudjuk érni azt, hogy önérvényesítsünk, hogy megmutassuk, kik vagyunk, és megmutassuk, hogy hova törekszünk. A Cheiron retrográd itt a kosban legfőképpen azzal szembesít minket, hogy a múltban és a jelenben meglévő bátorságunkat miért nem merjük használni, miért nem merjük bevetni, miért nem merjük tulajdonképpen a magunk javára fordítani. Aki lassan, de biztosan elkezd olyan önfejlesztési folyamatokat, ami nagyon sokat segíthet abban, hogy a bátorság és a merészség kijöjjön önnön magából, az azt mondhatom, hogy visszanyeri azt az igazi énjét, ami a gyerekkorában szabadon élt, szabadon működött, gátak nélkül tudott boldogan dönteni, élni, és a mindennapokat maximálisan kiteljesíteni. És akkor jöhet az a kérdés, hogy vajon hogyan lehet átvészelni a Cheiron leckéinek a sokasságát? Hát úgy, hogy el kell fogadni a kényelmetlenségeket. El kell fogadni, hogy sebgyógyítás nincsen fájdalom nélkül. Az, aki alapvetően elfojtotta az elmúlt időszakban, vagy akár már nagyon régóta a különféle fájdalmait, annak nagyon-nagyon időszerű lesz az, hogy hagyja, hogy az most eluralkodjon rajta, sőt, szánjon időt arra, hogy ezt a sebet hagyja dolgozni, ugyanis az érzelmek és a fájdalom feldolgozása a testen keresztül zajlódik. Épp ezért teljes mértékben át kell éreznünk a testünkben a különféle problémákat, fájdalmakat, szúró, vágó, nyomó folyamatokat, mert hogy csak így tudjuk ezeket teljes egészében feldolgozni. Az, aki esetleg azt tapasztalja, hogy július vége és december vége között egész konkrétan váratlan testi betegségekkel kell szembenéznie, az is a Cheiron retrográdnak köszönhető. És bizony itt kell majd megnézni azt, hogy az adott testtájék, az adott szerv, ami problémás, milyen lelki kötődéssel bír, mert ott is ott lehet a válasz, hogy hol van a valódi seb. Ne felejtsétek el, legyetek szívesek, hogy a sebek, amik képesek egyébként begyógyulni, azért azok nem fognak kitörlődni, nem fognak eltűnni, és úgy csinálni, mintha soha nem lettek volna. Dehogy is. Csupán meggyógyulnak, és könnyebben tudunk tovább menni.
És a Cheiron retrográd, mint kemény, leterhelő, drámai időszak, nagyon sok fontos felismerést is hozhat. Lényeges szempontok lesznek a szolidaritás, a kölcsönös segítségnyújtás és a másokkal való együttműködés. Itt és most pedig a saját véleményemnek fogok hangot adni, mivel én alapvetően képtelen vagyok arra, hogy ne legyek optimista, és a világot ne jónak lássam, nem tudom rossznak látni, nem fogok ezért senkitől elnézést kérni. Ezért a Cheiron hatásaiban gyakorlatilag én mindig az újítás lehetőségét keresem, és maximálisan hiszem, nem csak feltételezem, hogy az együttérzés a Cheironnal jött a világra. Az elmúlt időszakban volt egy beszélgetésem valakivel, ahol szóba jöttek azok az emberek, akik ilyen világvége profétaként vannak jelen a mindennapjainkban, és siránkoznak, riogatnak, ijesztgetnek, elég sokféle formában, de az, hogy ez rátok mennyire van közvetlen hatással, az már ismét szabad akarati kérdés. Hinni akarok abban, hogy a mindennapi bonyodalmak, nyűgök, leterheltségek mellett igenis vannak örömteli pillanatok, felemelkedő percek, egy-két nagyon jó óra, és én ezeket sokkal többre tartom, mint az esetleges leterheltségemet, meg a nyűgjeimet, és igenis hiszek abban, hogy meg kell értenünk, hogy egyénileg nem vagyunk porszemek, nagyok vagyunk, és vagyunk akkorák, hogy adott esetben a saját életünkben, aztán a környezetünkben, aztán akár társadalmi szinten pozitív változásokat indítsunk el. De ugye ehhez mi szükséges az, hogy a Cheiron segítségével begyógyítsuk a sebeinket, megértsük például azt, hogy a születési képletben hol van a Cheiron, ott mit csinál, milyen bolygókkal van valamilyen fényszög kapcsolata, és ezáltal mit üzen nekünk, hogy hol vannak a rejtett sebeink, hol fogunk egyébként sebződni az életünk folyamatába, és ezeket a sebeket hogyan tudjuk begyógyítani. Semmi más feladatunk egyébként nincsen itt és most a Cheiron retrográd időszakában. Csupán annyi, hogy a rejtett sebeket felszínre hozzuk, és késztessük önnön magunkat arra, hogy új, szokatlan, formabontó gyógyulási utakat is legyünk képesek bejárni, és legvégső soron ahelyett, hogy az aktuális küzdelmek miatt folyamatosan leterheltnek, nyűgösnek éreznénk magunkat, inkább arra próbáljunk figyelni, hogy mindig legyen motivációnk, mindig legyünk valamiben elkötelezettek, mindig legyen valamilyen célunk, ugyanis ezzel tudunk a legtöbbet tenni önmagunkért. Mert legvégső soron, ha megértjük a saját gyengeségeinket, valamint azt, hogy ezek hogyan befolyásolják az érzéseinket, a mindennapjainkat, a döntéseinket, a cselekedeteinket, akkor képesek leszünk szeretetet és együttérzést táplálni elsősorban magunkkal szemben, hiszen ha magunkkal szemben erre képesek vagyunk, utána már nagyon könnyű lesz a környezetünkkel szemben is szeretetet és együttérzést támasztani. És igen, ismét elmondom, hogy legvégső soron akkor tudunk egyébként sebeket felfedezni, a működésüket megérteni, a forrásukat felkutatni, ha a retrográd Cheiron kölcsönhatását megértjük az egyén születési radixával összeolvasva. Amit elmondtam, az önmagában is elég ahhoz, hogy elgondolkodtasson titeket, ha viszont szeretnétek egy önálló, saját, személyre szabott asztrológiai elemzést, akkor időpontot a +36 73 11 61 25-ös számon kérhettek. Ha pedig csatlakoztok a csatornatagságomhoz, akkor ott például van egy olyan Cheiron videó, ami már önmagában nagyon komoly utat mutat azzal kapcsolatban, hogy a ti személyes születési képletetekben hol állt a Cheiron, és mit csinált veletek, és miért fájnak bizonyos dolgok annyira, amennyire. Várok mindenkit sok szeretettel a csatornatagságomban, és örülök, hogyha nyomsz egy lájkot, vagy véleményt formálsz a videóimról. Legyen szép napotok!